A testvérvárosból Debrecenből érkezett virágautók kilométereken át vonultak végig a városon. Idén is több ezren mentek el, hogy megcsodálják az egyedi alkotásokat. Nagyvárad nyugati bejáratánál 5 kocsi sorakozott augusztus 21-én. Innen elindulva a város legforgalmasabb csomópontjain haladtak át, hogy végül színpompás virágkavalkádot varázsoljanak a főtéri parkba. Azt sajnálom csak, hogy ilyen kevés kocsi jön át mindig hozzánk, de nagyon-nagyon szépek. Minden évben van valami, ami nagyon ötletes, most például ez a fitness terem az ős embereknek. Nagyon tetszik, nagyon szép. A fitness kocsit 3 másik Váradra áthozott autóval egyetemben Pikó Sándor képzőművész alkotta. Amikor a fitness klubnak az alapjait ásták, akkor régészeti emlékeket találtak, és hát nem tudtak vele mit kezdeni, ezért Moszkvába és New Yorkba elküldték. Hát a moszkvaiak eltűntek, a New Yorkinak is nagy fele, nagyobbik fele, de megállapították, hogy a fitness sapiensnek a nyomára jutottak, és hát így a neolitikum és az eneolitikumnak a hagyományait őrizve ma is ott egy fitness klub létesült, és nagyon büszkék is vagyunk erre a fitness klubra, mert a világbajnokot is ez a klub adja. Debrecenben 50 éve alakult meg az első rockzenekar, a Merkur együttes. Ennek emlékére készült el a rockkocsi. Akkoriban még a rendőrök levágták a tinik haját, és igencsak rossz szemmel nézték a farmer nadrágot. Debrecenben óriási esemény, 50 éves a debreceni rockzene, és összetudtuk szedni azokat a vén, hosszúhajú, őszülő zenészeket, akik követték a kocsit, és saját zenéjüket hallgatták vissza a 60-as és 70-es évekből. A szobrok Hungarocellből készülnek, vasvázra kerülnek, végül a darált virágdíszítést kapják meg, több havi munka elkészíteni őket. Ezek 4 méteres tömbökben érkeznek meg, ezek a hangszerek, és le kell fejteni, ami nem kell. Ugye rendkívül munkaigényes, 1000 darabból állt, és azt virággal még díszíteni is. Tehát öröm, nem mondom, hogy nehéz volt ez, mert örömteli munka volt, és az öröm az elfelejteti a nehézségeket. A menetoszlop Nagyvárad fő közlekedési csomópontjainak érintésével kanyargott a városban. Latinos hangulatú zenére fogjuk nyomni a táncot, és nagy pörgés és vidámság. Ezt sugározzuk a közönségnek, akik az utcán itt végigkövetik figyelemmel a műsor. A debreceni karnevál győztesét, a Szent Annató legendáját ábrázoló alkotást is megcsodálhatta a népes közönség. Ott van a szekéren titokban egy csokorvirág a Szent Annatótól, tehát az Alföldi legendárium vezető Varga András hozott egy csokorvirágot, és a szirmait szétszórták itt a díszleten, úgyhogy az is megtette a hatását, biztos. Hát ez egy több százezer száraz virág található, 15 méter hosszú a kocsi, ugye. Nagyon sok munka van benne, márciusban döntöttük el, hogy a Szent Annató legendája lesz, és május végén kezdődött el a konkrét munka. Hajrá! 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 A kocsik gyönyörűek, én már láttam a debreceni műsorban is, de így élőben sokkal szebb és nagyobb az élmény. A debreceni virágvarázs idén immár 9. alkalommal kápráztatja el a nagyváradiakat, az augusztus 20-i nemzeti ünnep másnapján. Azt gondoltuk, hogy még egy napra rá, ez nálunk is, Váradon is bemutatható. Hát ez rengeteg ellenállásba ütközött a románok részéről, mert szerintük túl közel volt az augusztus 20-ához. Mi mondtuk, hogy hát de persze a virág az elhervad, hogyha nem lehet később csinálni. A virágkarnevál a Bihar megyei RMDS-nek, illetve a város akkori magyar alpolgármesterének, Bíró Rozáliának a jóvoltából látogathat el Váradra is. A Nyitott Ablak Európára című rendezvény keretében csodálhatják meg évről évre a debreceniek Európában egyedülálló kreativitását az országhatár túloldalán is. A Kárpát Express látta.